Ezek a felvételek tavaly decemberben készültek, a nyíregyházi egyházmegye fenntartásában működő tanodák gyermekei kaptak ajándékokat karácsony előtt néhány nappal. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség fiataljai fogtak össze akkora jó cél érdekében, hiszen az itt tanuló gyerekek korábban talán még soha nem kaptak ilyen értékes ajándékokat. Hasonló karitatív akciót hirdet erre az évre is a Hieroteosz Egyesület, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Nyíregyházi Egyházmegye. Az adományokat most is a görögkatolikus intézményekbe juttatják el decemberben, viszont most bővítették a felhívást. A szomszédban dúló háború miatt jelentős a belső vándorlás is Ukrajnában, így Kárpátalján is nagy szükség van a segítségre és az adományokra. A másik cél csoportja ennek az adománygyűjtésnek három kiválasztott kárpátaljai közösség. Egyrészt a Szent Gellért Katolikus Kollégium és az ezzel szervesen együttműködő Ungvári Ingyenkonyha, melyet a Római Katolikus Egyházmegye működtet, és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar egyházközségeinek fiataljai, akik meg abban a több mint 20 parókia környékén élnek, és most nekik a karácsonyok is sokkal nehezebb lesz, egy háborúval sújtott országban a karácsony az mindig nehezebb, és az ő karácsonyukat akarjuk szebbé tenni. Erre fogunk gyűjteni. A három intézménynek olyan tárgyi eszközökre van szüksége, amelyekkel fűtésüket és ellátásokat tudják megoldani a téli időszakban, a gyerekek számára pedig édességet, karácsonyi ajándékokat gyűjtenek. A Nyíregyházi Egyházmegye egy nagy szociális hálózatot tart fenn és működtet, aminek természetesen az a célja, hogy akik ránk vannak bízva, azok, akik az ellátottaink között vannak, hogy az ő életüket minél könnyebbé tegyük, minél harmonikusabbá tudjuk tenni, és ha az ellátottaink közül különösen is a szemünk előtt vannak a gyermekek, hiszen egy nagy gyermekvédelmi hálózatot tartunk fenn, ha ezeknek a gyermekeknek tudjuk a karácsonyát csak egy kicsit szebbé tenni, csak egy kicsit könnyebbé tenni, akkor én úgy gondolom, hogy valami óriási célt tűzünk ki magunk elé, és valami nagyon jót tudunk tenni. Várják a tárgyi adományokat, illetve a pénzügyi felajánlásokat is, a gyűjtés pedig majd december 9-én zárul. Az adományokat a Hieroteosz Egyesület irodájába, a Mártírok tere 9 szám alatt, illetve a Nyíregyházi Egyházmegye Karitászat címén az István utca 3 szám alatt tudják leadni. A karitatív tevékenységek kiemelt időszaka az évvége, de fontos, hogy az önzetlenségre és a segítségre egész évben szükség van.